Üdvözöljük kedves nézőinket, minden sport mindenkié. A Civil Út Alapítvány, a Magyar Paralimpiai Bizottság és a Magyar Ergométer Szövetség online jótékonysági árverést szervezett a magyar szervált ültetettek javára. A licitálás hétfőn indult a Mokkában, épp és sérült sportolók fogtak össze, hogy minél magasabb összeg folyjon be a szövetség javára. Üdvözlöm a nézőket innen a Duna Arénából, ebből a csodálatos környezetből. Bábi Anna vagyok, az esemény házi asszonya. Műsorvezető társam Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke. Én is jó napot kívánok a kedves nézőknek. Köszöntjük Önöket a Civil Út Alapítvány Facebook oldalán. Hello Anna! Köszönjük szépen, hogy velünk tartanak ezen a szép délelőttön. A Civil Út Alapítvánnyal olyan események, sportot érintő társadalmi ügyek mellé csatlakozunk, amelyek lehetővé teszik, hogy valóban minden sport lehessen mindenkié. A sport teljesítmények öröme és közösségi élménye nem az épp emberek kiváltsága, fizikai vagy értelmi sérültséggel is helyt lehet és helyt is kell állni a sportolóknak a legkülönbözőbb sportágakban. Ez most egy olyan kezdeményezés, ahol segítő szervezetek segítenek segítő szervezeteket, a Magyar Paralimpiai Bizottság, a Magyar Ergométer Szövetség, a Civil Út Alapítvány és a sportolók, akikkel majd mindjárt megismerkedünk, a Magyar Szervát Ültetettek Szövetsége részére indították el a jótékonysági árverésüket, ahogy már Anna említette, ezen a héten hétfőn a Mokkában reggel. Az aukció a járványügyi helyzetre való tekintettel az online térben zajlott, és zajlik ezekben a pillanatokban is, egészen addig, ameddig zárjuk ezt a licitet. Na de hát ezt hogy tudják a kedves nézők megtenni? Rámennek a Civil Út Alapítvány Facebook oldalára, és ott találnak egy rögzített posztot, és az alatt tudnak licitálni még. Ez egyébként a közvetítés kezdetekor 300 ezer forint volt. A legmagasabb összeget ajánló egy különleges élményen lesz gazdagabb, ugyanis az említett 5 sportolóval vehet részt egy közös vacsorán, és természetesen utána egy bulin a Fröccs Terasz All Inclusive programjának felajánlásából. És akkor szerintem itt is a pillanat, hogy megismerkedjünk ezzel az 5 nagyszerű sportolóval. Gyere Anna, sétáljunk át hozzájuk. Szeretettel köszöntünk benneteket, sziasztok! Sziasztok! Leüldögélünk ide mi is hozzátok, azért, hogy bemutathassunk benneteket. Itt van velünk, hagyj kezdjem a parakajakosokkal, jó? Ennyi, hogy mondjam, elfogultság, hogy legyen azért részemről. Itt van velünk Varga Kata, paralimpiai 5., világbajnoki 4. és Európa-bajnoki 3. parakajakos. Hello Kata, köszönjük, hogy elvállaltad, hogy itt vagy velünk. És itt van velünk Kis Péter, Európa és világbajnok parakajakos. Hello Peti, neked is köszönjük, hogy itt vagy. Dr. Busa Gabriellát, Böjte Dávidot, illetve Kán Zozóta a nézők az Exatlan Hungary című műsorából ismerhették meg, ahol szélsőséges körülmények között tették próbára a sportteljesítő képességüket és természetesen a kitartásukat. Fontos azt megemlíteni, hogy Dave-nek nemrég volt egy balesete, és ezért sajnos nem fog tudni részt venni az evezéses versenyem. Úgyhogy Zozó fog helyette beugrani a legnagyobb örömére. Megköszönök mindentől, tehát. Minden sport mindenkié, ugye így szól ennek az eseménynek a szlogenje. Tényleg minden sport mindenkié? Ti is úgy érzitek, hogy meg kell tenni mindent azért, hogy minden sportot mindenki kipróbálhasson, mindenki eljuthasson oda, hogy a számára tetsző vagy neki szimpatikus sportágat kipróbálhassa, és ha tehetség van hozzá, akkor akár sikerre is jusson benne. Gabi? Igen, én abszolút egyetértek a rendezvénynek ezzel a jelmondatával, mert szerintem tényleg meg kell teremteni a lehetőséget, hogy minél szélesebb körben tényleg mindenki minden sportot ki tudjon próbálni. Úgyhogy ez egy nagyon jó kezdeményezés. Én a parasportolóktól szeretném azt kérdezni, hogy ugye az élettől kaptatok egy elég nagy pofont, és így kerekesszékbe kerültök. Mégis a sport segítségével most körbeutazhatjátok a földet. Ez milyen érzés így? Nagyon jó érzés, ha megengedett. Így gondoltam. Nekem, amikor az életembe bekövetkezett ez a törés, akkor nem nagyon tudtam, hogy merre menjek. És az rehabilitáción minden évben van egy sportágválasztó. És ott az ember eldöntheti, hogy mit szeretne kipróbálni, meg tapasztalja, hogy miben jó. És hogyha úgy érzi, hogy abban jó és valóban jó, akkor egy professzionális szintre juthat, amit én meg is ragadtam. És most, és egy sikere is ütted. Igen, igyekszem, folyamatban van. És te, Peti? Ugye én is nagyon így voltam az elején, hogy nem láttam a kiutat ebből,
de ugye a mozgásjavítóban így lehetőségem volt sportolni, tehát én máshogy jutottam így ehhez, más végről, és akkor ott találkoztam is vannak, és tök jó volt, hogy fölkarolt, és akkor így el tudtam kezdeni, és hát szerencsére is nagy sikereket tudtam ezzel elérni. És még hol a vége. Dave, Zozó, hogyan látjátok, hogy az az ismertség, amit nektek a televízió műsor hozott, ezt hogyan tudjátok átfordítani abba, hogy segítsetek másoknak abban, hogy eljussanak a sporthoz, hogy kipróbálják ők is, hogy megtanuljak, megismerjék annak a jó oldalát? Nekem a TV műsor előtt is volt már egy kisebb követői bázisom. Van egy YouTube csatornám, ahol 90%-ban sport tartalmakat közvetítek, és azt az üzenetet próbálom átadni a követőknek, a fiataloknak, hogy próbáljanak ki minél több sportot. Nyilván én az extrém sportra fókuszálok, mert én mindenféle extrém sportot szeretek, kipróbálok, és ezek által közvetítem a csatornámon keresztül azt, hogy milyen szép a sport, nagyon sok mindenre megtanít, és úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos, és a műsor által kicsit megnőtt a követői bázisom, és ugyanezt az üzenetet szeretném minél több emberhez eljutatni, és úgy gondolom, hogy egészen jó úton haladok e felé. Én hát kicsit kezdőszerepben vagyok, nekem csak most jött ez az egész ugye a műsor után. Én iskoláknál jártam, akkor voltam ilyen kis táborokban, és akkor ott láttam, hogy készítettek ilyen exatlonos pályát, ilyen akadálypályákat, és akkor ott néztem, akkor oda mentem kis gyerekeket megkérdezni, hogy hogy vannak, és nagyon sokan mondták, hogy nézték a műsort, hogy szeretnek minket, és hogy nagyon sokan elkezdtek sportolni, mindig mondták, hogy elkezdett ő is futni, mert látta, hogy mi is futunk a pályán, és csinálták ezeket az akadálypályákat, és sokkal jobban szerették azt a sportot csinálni, mint mondjuk most egy focizásnál. Egy akadálypályával ugyanúgy tudják fejleszteni a képességeiket, úgyhogy ha ilyenekben tudunk segíteni, akkor én szívesen vállalom ezt. Csak egy gyors kört még fussunk, mielőtt szerintem belevágunk. Igen. Aztán a versenyzésbe, hogy egyáltalán el tudjátok képzelni az életeteket úgy valaha is, hogy nem sportoltok, hogy nem csináltok valamit? Ez lehetséges egyáltalán? Ez nem feltétlenül kortól függ, igaz? Egyáltalán nem attól, igen. Okay. Hát ki ne szeretne akkor a kart, mint a Petinek nézni? És ez bármilyen életkorban összejöhet, nem? Okay. Csak kitartás kell hozzá. No, mit fognak sportolni a sportolóink, és kik hozták nekünk ezeket az eszközöket? Ugye a Magyar Ergométer Szövetség célja az ergométeres sportolási lehetőségek minél szélesebb körül megismertetése és elterjesztése. Ilyen ergométeres eszközöken fogtok most versenyezni. Ismerkedjünk meg közelebbről ezekkel a gépekkel. Először viszont nézzünk meg egy rövidke bejátszást a szervezet munkájáról. Lendülj te is mozgásba, és próbáld ki ingyenesen a beltéri evezőgépeket. Töltsd le az ErgoRace applikációt, és keres edzőtársakat magadnak a világ bármely pontjáról. Ergométer. Több van benned, mint gondolnád. Készült Magyarország kormánya megbízásából az Európai Unió támogatásával. Itt van velünk a Magyar Ergométer Szövetség elnöke, a Magyar Kajakkenu Szövetség elnökségi tagja, kétszeres olimpiai bajnok Horváth Gábor. Hello Gábor, vagy hello Hori inkább, hello, mint sziasztok. Így ismer mindenki. Sok szeretettel üdvözlök én is mindenkit. Figyelj, van valami, hogy mondjam, valami, amit leginkább tudsz mondani, különbséget az élővizes evezés meg az ergométeres evezés vagy kajakozás között? Mi a legfontosabb különbség? Azt gondolom, ez egy nagyon, nagyon jó állóképességi eszköz, könnyen hordozható, mindenki számára könnyen elérhető, kisebb előképzettséggel, tehát nem igényel nagy felkészülést az, hogy valaki komolyabban tudjon készülni egy ilyen gépen. Hány ilyen gép van ma már Magyarországon, ezt tudjátok nagyjából? Hát pontos számaim nincsenek, de nagyon populáris lett az eszköz, és gyakorlatilag majdnem minden sportágban kiegészítőként használják, mert egy nagyon jó erőálló képességi eszköz. Pont ezt akartam a következőben megkérdezni tőled, hogy ez szerintem minden sportolónak jó. Tehát nem feltétlenül annak, aki vizesportot kajakozik, kenuzik, evez. Ez tulajdonképpen kiegészítő eszközként bármilyen sportolónak hasznos. Igen, azt tudni kell róla, hogy ez a mozgásforma, ez gyakorlatilag az összes izomcsoportot megmozgatja, és nagyon komoly állóképességet igényel.
Én kipróbáltam egyébként ezt, februárban még, amielőtt a vírus kitört volt az országos ergométeres bajnokság Székesfehérváron, igen, és ott beültem én is egy futamba tolni, hát ez tényleg kemény dolog. De azt akarom ezzel kapcsolatban mondani, hogy majd itt is látjuk ennél a versenyzőn, hogy most már nagyon komoly informatikai háttér van a dolog mögött. Ez ugye miben segítheti a versenyzőket? Ezt akartam még hozzátenni, hogy le van fejlesztve itt az EFUP-os pályázat keretein belül, amin ő próbálja segíteni ennek a gépnek a elterjedését. Egy olyan applikáció, amin keresztül térbe, időbe versenyezni lehet a telefonon keresztül, partnereket lehet keresni, vagy versenytársakat az egész országban. Azt hiszem sajnos, hogy pont aktualitását éli ez a típusú edzésforma, hogy otthonról tudjunk edzéspartnereket és versenyeket szervezni akár. Tehát ez magyarán azt jelenti, hogy ha mondjuk akár egy edzőteremben, akár ha otthon van ilyen gépem, és lógok a neten, akkor bárkit a világ másik pontján. Igen, gyakorlatilag összekötöm a gépet a kijelzővel, vagy a kijelzőt a telefonnal, és akár Új-Zélandról is tudok edzőpartnert keresni, ha időzónákat stimmelnek. Annak idején, amikor te versenyeztél, aktívan versenyeztél, akkor már ezek a gépek jelen voltak egyébként? Akkor már elkezdték használni a kajakkenusok. Az első ilyen versenyző, ugye társam, az a Pulai Imi volt, aha, aki aktívan elkezdett tevezős géppel készülni télen, és hát egyébként volt is eredménye, mert azt hiszem két érmet is behúzott a Sydney olimpián, amikor ezt aktívan használta. Még egy utolsó dolog, mielőtt megnézzük akkor a versenyt, ez pedig a fogyatékosokra vonatkozik. Ugye igen, itt is van két kerekesszékes kajakos, aki most megmutatja, hogy hogyan lehet használni. Fogyatékosoknak, kerekesszékes, mozgásukban korlátozott sportolóknak is alkalmas ez? Hát igen, ez mondjuk speciális beülőt kell gyártani aktuálisan személyre szabva, de én azt gondolom, hogy a Kis Peti az ugye nálunk edz a Honvédban, ott van egy komolyabb ergóterem, tehát ő nap mint nap találkozik ezzel az eszközzel. Szuper. Horváth Gábornak nagyon szépen köszönjük az ergométerek bemutatását és az Ergométer Szövetség bemutatását, és akkor most már közelítsünk a versenyhez, Anna, ti következtek. Volt alkalmam ülni egy ilyen ergométeres evezőgépben, és be kell valljam, nem volt egyszerű. Mellettem áll Molnár Dániel, a Magyar Ergométer Szövetség hivatalos edzője, korrekciós és erőnléti edző. Hogyan is működnek ezek a sporteszközök, mit kell róluk tudni? Nagyon egyszerűen működnek, nyilván jóval könnyebb, mint egyébként vízenevezni, és pont ez a jó benne, mert mindenki tudja csinálni. Ugye gyakorlatilag van egy ugyanolyan kocsi, egy ilyen guruló ülés alattad, mint ahogy a hajóban is van egyébként. Utána ugye csak be kell csatolni a lábad, az ugye rögzíti a lábat, és utána pedig az evezős mozdulatot csinál meg, pontosan ugyanazt, mint a vízen. Annyi különbséggel, hogy itt nem fog megtörténni az, mint a hajóban, egy kicsit labilisabb, ezáltal nagyon könnyen kezelhető, és nyilván egy nagyon gyors azon az információjön a monitor által, ugye azt majd fogjuk is látni a verseny folyamán, hogy ők folyamatosan visszajelzést kapnak arról, hogy éppen mennyit húznak, és hogy az átlaguk mennyi, és így nagyon szépen nyomon tudják követni azt, hogy ők hogyan állnak a verseny során, mert ugye csapatban lesznek, össze vannak kötve, és a kettőt majd átlagolja. És így akár tudnak kommunikálni, és szerintem majd biztatás nem fog elhangzani, gyanítom, mert egyébként az eszközről azt azért tudni kell, hogy nagyon gyilkos tud lenni, tehát hogyha te nem jól osztod be az erődet, olyan, mint egy futás, hogyha neki lendülsz, elkezded sprintelni, nem érzed még az elején, hogy hú, ez durva lesz, egyszer csak egy olyan 20-30 másodpercen megérkezik az a bizonyos shaftenger, amit senki nem szeret, és ott azért szoktak problémák lenni, úgyhogy nagyon kíváncsian várom, hogy fognak teljesíteni a sportolók. Igen, én régen kajakoztam egészen addig, ameddig bele nem borultam a vízbe, aztán rájöttem, hogy a víz és én az nem kötöttünk komoly barátságot. Mennyire szeretik az edzetjeid azt, hogy itt nincs lehetőség beleborulni a vízbe? Változó pont az, amit korábban említettem, hogy az azért tud szemét lenni a gép mondhatni, de egyébként szeretik. Az, aki szereti monitorozni a teljesítményét, azonnal vissza akarja kapni a pulzusát, azonnal vissza akarja kapni egy adott húzása, mennyire tökéletes, Ők nagyon szeretik a crossfitesek, különösen szeretik ezt a gépet, bár azért nem fog mindenki ráerősíteni, de olyan szempontból, hogy az aerob kapacitás milyen gyorsan fejleszti, hogy ez mennyire gyorsan hatással tud lenni arra, hogy akár a hétköznapokban mennyire vagyok energikus, olyan szempontból nagyon szeretik a gépet. Igen, itt most említetted, hogy crossfitesek is járnak hozzád. Kik szokták ezt kipróbálni, vagy így kik szoktak hozzád járni sportágakat tekintve? Sportágokat tekintve most a kajakkenusoknak a Szegeden foglalkozva az erőléti edzésével, ők egyébként nem ergóznak, de ők is nagyon szívesen ergóznak, nagyon sokszor említik, csak nyilván náluk egy kicsit más lesz
a máson van a hangsúly. Egyébként viszont nagyon rengeteg hobbi sportoló van, van is egy applikációnk, és azt nagyon sokan használják, csinálják a kihívásainkat. Tehát egyébként az a réteg, aki nem feltétlenül szeret elmenni futni, vagy akár kondiba járni, otthonra vesz egy gépet, és ez egy tökéletesen alkalmas gép arra, hogy ezeket csinálják, és otthon nagyon kényelmesen időt spórolva is tudják használni. Egyébként meg nyilván az élsportolóknál is előjön kiegészítő tőként, akár a judósoknál, akár az úszóknál, de majdnem minden sportágban megjelenhet, mert ugye nagyon csípő dinamikus maga az ergométerezés, ezáltal nagyon jól oktatja a testet arra, hogy hogyan használja a csípét, amivel ugye nagyon erőt tudunk kifejteni. Emellett pedig, hogyha valakinek azért gerincben van esetleg tartás problémája, akkor egy helyes technika elsajátításával gyakorlatilag egy aktívan ő tudja ezt folyamatosan javítani. Hát ez nagyon szuperul hangzott, én is egyébként éreztem magamon, amikor kipróbáltam, hogy amikor felkeltem, akkor sokkal egyenesebb lett a hátam, ha lehet így ezt mondani. Még arra lennék kíváncsi, hogy ilyen versenyfelkészítéseknél milyen edzésprogramot állítasz össze, ez teljesen személyfüggő, vagy vannak adott sémák, és akkor azokat variálod át egy esetleg? Egy kicsit kettős, nyilván vannak sémák, amiket nagyon szeretünk használni. És attól függ igazából, hogy hol tart a sportoló. Hogyha neki inkább az alapálló képessége az, ami hiányzik, de nagyon robbanékony, akkor nyilván egy kicsit el kell tolni az ő képességet az alapálló képesség felé, hogy egy adott távot, attól függ, hogy éppen mire készítjük, tudja teljesíteni. Hogyha valakinek viszont nyilván a robbanékonyság az, ami hiányzik, akkor inkább eltolom abba az irányba, hogy a rövidebb távokat tudja jól teljesíteni, és később tudja használni az egyébként nagyon jó alapálló képességét. Szóval igen, ez egy kicsit személyre szabott. Hogyha csapatként kezeled őket, még ott is tudni kell különbséget tenni, de azért, hogyha egy nagyobb csapat van, mondjuk tegyük fel egy 20 fő, ott azért muszáj vagyok azért egy kicsit egy irányba vinni őket, és ott ki fog az mindenképpen jönni, hogy valakinek van egy adott nagyon jó képessége az edzéshez, ő sokkal gyorsabban fog fejlődni, mint a társa. Itt azért nyilván itt az edző dönti már el, hogy ő milyen irányba akarja elvinni a csapatot, és hogy kit akar igazán kiemelni. Persze, ez így érthető is így edzői szempontból. Fel is szeretnénk kérni, és már fel is kértünk, hogy indítsd el ezt a versenyt, amit itt összeállítottunk. Úgyhogy szerintem kezdjük is el, és nézzük meg. Anna és Dani befejezték a beszélgetést, és már közelítenek is ide felénk, hogy elfoglalják azt a pozíciójukat, ahonnan majd indítjuk a versenyt. Egy egyszeri és megismételhetetlen sportélménynek leszünk a szemtanúi itt a Duna Arénában, az egy hete zajló Minden Sport Mindenkiért aukció, jótékonysági aukció záróműsorában. 11 óra 15-kor lezártuk az árverést, tehát most már az a pénz, az a támogatási összeg, amit a licitálóink felajánlottak, azt tudjuk, de azért a kollégáink most dolgoznak azon, hogy áttekintsék, hogy minden szabályosan zajlott-e, és aztán majd a verseny után kihirdethessük, hogy egész pontosan mennyivel is támogatjuk a Szervát Ültetettek Szövetségét. Amíg várjuk az eredményt, sportolóink is hozzáadnak teljesítményükkel a befolyt összeghez. Szó szerint össze fogják lapátolni azt az összeget, amit a Magyar Paralimpiai Bizottság felajánl és hozzátesz a végösszeghez. Az exatlonos sportolók, illetve a parakajakos vagy a parasportolók is ergométeres evező gépekben ülnek. Kenzozó Varga Katával és Busa Gabi pedig Kis Péterrel küzd egy csapatban, 500 méteres távot fognak megtenni, és eredményüket pedig forintokra váltjuk, és hozzáadjuk a licit végösszegéhez. No hát akkor szerintem indítsuk is el a versenyt. Dani, légy oly kedves, vedd a kezedbe az irányítást. No tehát, akkor nézzük a versenyt, ugye a kedves nézők is követhetik a képernyőn. Ahogy Anna mondta, 500 méter tesznek meg a versenyzők, ugye 50 méterenként vannak csíkok, és látjuk, hogy mennyit haladtak. Úgy látni, hogy Busa és a kis páros az eléggé elszállt, így hát az elején. Azért ne írjuk le a Kemp Varga kettős. Ugye azért látunk két hajót, mert úgy állították össze az Ergométer Szövetség munkatársai ezt a versenyt, hogy mintha a két versenyző egy hajóban ülne, és közösen húznák a hajót előre. Tehát ezért nem négy hajót, hanem két hajót látunk, és most már valóban a Busa kispárosnak elég jelentős az előnye, akkor, amikor hamarosan 300 méterhez érünk.
és már lassan vége is a versenynek, és hát a Busa kispáros ez nagyon-nagyon kezd elhúzni. Vajon Varga és Kenzozó fel tudnak majd zárkózni? Hát azért még a fél távnál vagyunk, még azért ne írd le ennyire, nem tudom, te valamilyen nagyon a Gabiéknak szurkolsz, Anna, nem tudom, hogy szerintem valami részrehajlás lehet itt a dologban. Lehet. De nyilván persze feltétlenül. Nem, még annyit hagyd mondjak el, hogy úgy számoljuk majd egyébként a támogatást, közben Dave ott megőrül egész pontosan, mint szurkoló. Szóval, hogy úgy számoljuk majd a támogatási összeget, hogy amennyivel a 3 perc alatt vannak a versenyzők, annyiszor 1000 forintot tesz hozzá egy hajó a támogatási összeghez. És már 150 lassan, méter van csak igen, hátra, így van. Végéhez is érünk. A Busakis páros már szerintem rég a végére érnek. A Busakis páros már nagyon-nagyon vezet. Azt hiszem, hogy ezt a versenyt meg fogják ők nyerni, de tulajdonképpen tudjuk jól, hogy nem ez a lényeg. Nem persze, hát a lényeg az az, hogy mind a négyen nagyszerű sportolóként hozzátesznek ehhez a jótékonysági akcióhoz. 50 méterhez érkezik a Busakis páros. Húha, hát a végére már valószínűleg nem fognak tudni megszólalni. De... És Dani, jól látom, hogy akkor... 2.09-es átlaga. És 2.08 alatt mentek, ugye? Tehát az azt jelenti, hogy ők 52 másodperccel voltak a 3 perc alatt, és nem sokára beérkezik a Varga-Kenf páros is. Tehát nagyon nagy küzdelem zajlik még itt. 52.000 forintot tett hozzá a licithez, és akkor nézzük a másik párost. Ott pedig 34.000 forint, igaz? Hát gratulálunk nektek, gratulálunk. Szuperek voltatok. Ugye egyszer 52.000 forint, egyszer pedig 34.000 forint, az 86, de legyen 100.000 forint. Legyen. Jó, Anna, tegyünk hozzá ennyit. Gratulálunk nektek még egyszer. Nagyon szoros küzdelmet. Igen, egyébként megérdemlik a tapsot. Szóval nagyon szoros küzdelmet láthattunk itt az elmúlt 2 percben. Én végig izgultam mind a 2 csapatért. Bízunk benne, hogy az online térben is követhető volt, és érzékelhető, hogy mennyire fárasztó és küzdelmes verseny zajlott az elmúlt 2 percben az evezőképeken. Mennyire volt elégedett a szakavatott azzal, amit látott? Milyen kondiban vannak a versenyzőink? Nagyon tetszett, az Ozért aggódtam még reggel, de összekapta magát, és nagyon jót húztak. Nagyon mind a 2 csapat, szóval relatív lemaradtak az Ozóik, de még így is egy nagyon jó időt húztak 500-on, úgyhogy én nagyon elégedett vagyok velük. Én akkor most fel is tennék pár kérdést itt a sportolóktól. Kata, te mennyire élvezted ezt a versenyt így? Mondhatom, hogy semennyire. Igazából egy kis technikai malőr volt itt a csípőmmel, ami miatt nem tudtam úgy kihajtani magamat, úgyhogy természetesen nem vagyok elégedett. Zozó, te ugye az extrém sportokat szereted, ez mennyire volt extrém neked? Ez is jó volt, igazából kicsit megpróbáltam hajrázni a végén, de annyira elhúztak, hogy egyszerűen lehetetlen volt. Lehet, hogy még trükközni kellett, lehetett volna, akkor egy kicsit jobban ment volna, de így is nagyon szuper volt. Sodrás a szembe ment. Így van, persze, persze a sodrás. Mint azt már említettük, az összeget a Magyar Paralimpiai Bizottság felajánlásából kiegészítjük 100.000 forinttal. Nézzünk meg egy rövidke bejátszást a szervezet munkájáról és mindennapjairól.
Időközben megérkezett hozzánk Palik László, az Exatlon Hungary műsorvezetője, és Vajtó Tilhoff Ingrid, a Magyar Szervát Ültetetek Szövetségének alelnöke. Köszöntelek benneteket, köszönjük, hogy itt vagytok velünk. Laci, téged kértünk meg arra, hogy a elindított jótékonysági árverés lezárultával hirdesd majd ki, hogy mennyi is a győztes licit, és add is majd át ezt a képletesen, legalábbis add is át ezt a támogatást. De mielőtt ezt megtennéd, nézzük meg a Magyar Szervát Ültetettek Szövetségének bemutatkozó filmjét. Szövetségünknek három fő tevékenységi területe van, az érdekvédelem, rehabilitáció és sport, és a betegedukáció. Minden szervát ültetettnek fontos, hogy tegyen saját magáért. Ezért is az a képzésünk mottója, hogy rajtad is múlik. Képzett beteg programunk 2,5 napja alatt számos olyan információt kapnak, amelyel hosszabb és minőség életet tudnak élni. 2 évente rendezik a Szervát Ültetettek Európa bajnokságát, illetve a Szervát Ültetettek világjátékát. Idén Newcastle-ba került megrendezésre a Szervát Ültetettek világjátéka, ahol a résztvevő 59 országból a 8. helyen végeztünk. Örülnénk, ha minél többen csatlakoznának hozzánk, és a válogatott csapat tagjai lennének. A szövetségünk egyik fontos feladata az érdekvédelem és a közösség építése. Ennek egyik fontos eszköze a Szervusz magazin, mely közösségünk életét mutatja be. Mindannyian a Szervát Ültetettek hosszabb és minőségi életéért dolgozunk. Egy nagyon jó csapat van, mert a Szervát Ültetés életet ment. Nos, tehát ők a Magyar Szervát Ültetett Sportolókat Segítő Egyesület, a Magyar Szervát Ültetettek Szövetsége. Jó munkát, sok sikert kívánunk a munkájukhoz, és őket illeti az a jótékonysági licitán összeszedett támogatási összeg, amelynek a végösszege, hiszen lezárult már a licit, a végösszegét Palik László fogja elmondani nekünk. Először is, aki a legtöbbet ajánlotta, én azt gondolom, hogy azt ilyenkor illik megmutatni és megköszönni a támogatást, az nem más, mint a Tigra Kft., és ők 500.000 forinttal járultak hozzá ehhez a 600.000 forintos csekkhez, ennyi gyűlt össze, és hát azt gondolom, hogy ez jó helyre megy, szívből gratulálok. Mutassuk is meg szerintem, olyan, ha már ez összegyűlt ez az összeg, akkor legyünk is büszkék rá, mint ahogy azok is vagyunk. Ingrid, köszönjük szépen, és sok sikert kívánunk hozzá. Nagyon köszönjük mindenkinek, aki támogatásával, együttműködésével beszállt ebbe a licitbe. Azoknak is köszönjük, akik végül is nem nyerték meg a licitet, de velünk voltak, és ők is energiát fordítottak arra, hogy valamekkora összeget felajánljanak. De hát a Tigra Kft. A győztes, és ez a 500.000 forint, ami kiegészül a Magyar Paralimpiai Bizottság 100.000 forintos felajánlásával, így lesz összesen 600.000 forint. Ez kerül tehát a Magyar Szervát Ültetettek Sportszövetségéhez, és ehhez az összegnek a felhasználásához is sok sikert kívánunk nektek. No hát ez volt a mai jótékonysági árverésünk, meg a versenyünk. Én a magam részéről köszönöm szépen mindannyiuknak a figyelmet, és most már csak annyi maradt hátra, hogy Anna és a versenyzők is elbúcsúzzanak. Hát legtöbbet adományozó. Az 5 különleges sportolóval vehet részt egy közös vacsorán, illetve a vacsorán megkapja a pólót. Dév, kérlek, mutasd meg. Nagyon jól néz ki ez a póló, ugye mindannyian aláírták. Az egy hete tartó gyűjtés és licitet záró műsor végéhez érkeztünk. Szeretnénk megköszönni dr. Busa Gabriellának, Böjt Dávidnak, Kám Zozónak, Varga Katának, illetve Kis Péternek, hogy eljöttek és hozzánk álltak ehhez a célhoz. Köszönjük még a Magyar Ergométer Szövetségnek, hogy biztosították az eszközöket, illetve a partnerséget. Bízunk benne, hogy a jövőben is sokszor találkozunk még a Civil Út Alapítvány nevével, és ilyen és ehhez hasonló műsorokkal, illetve felhívásokkal tudja az emberek figyelmét folyamatosan terelgetni a jó irányba. Ahogy már az elején is indítottunk, minden sport mindenkié, köszönjük, hogy velünk voltak.